Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják október 8-án, kedden este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Az aradi 13-ak üzenete ma is időszerű. Polgármester ösztöndíjasa, Cinke Olivier Bendegúz újhelyi diák is részesült benne. 11 csapat vett részt a Városvédő és Szépítő Egyesület és Sátoraljaújhelyváros önkormányzata által szervezett Fényes Újhely Fényes Zemplén betélkedőn. Az aradi vértanúk kivégzésének 175. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést Széphalmon, a Kazinci kertben, hagyományosan Sátoraljaújhelyváros önkormányzata és a Zemplén a Magyarságért Alapítvány. Idén a megemlékező beszédet Gerlai Pál, a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye esperese mondta. Az emelkedett műsort a Petőfi Sándor Református Általános Iskola diákjai adták. 1849. augusztusában a totális katonai megsemmisülést megelőzendő a magyar csapatok letették a fegyvert Világosnál. Mindezt az oroszok előtt, remélvén, hogy a megtorlást el tudják kerülni. Ennek ellenére az elkövetkezendő hónapok a birodalom bosszújáról szóltak. Az aradon kivégzett 13 katonatisztre emlékezik minden éven Sátoraljaújhelyváros önkormányzata és a Zemplén a Magyarságért Alapítvány Széphalmon. Az emlékműsort idén a Petőfi Sándor Református Általános Iskola diákjai adták. Az alapítvány elnöke bevezető gondolatként párhuzamot vont a múlt és jelen között. Halálukig magyarságunk szabadságáért, megmaradásáért küzdöttek, erős, birodalmi törekvésekkel szembe menve. És ha már csak ennyiből indulok is ki, azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy egy különös, minősített időben élünk, egy olyan birodalomépítő, mégis dementálódó virágkorszakban, amelyben a népek egyre inkább elfelejtik, hogy honnét jöttek, hogy mi a küldetésük, hogy mi az értékük Isten teremtett világában. És a szomorú helyzet az, hogy már nem is zavarja őket, hogy gyökértelenül, identitásvesztetten, ördögszekér módjára sodródó közösségekké lesznek. Az eseményen Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy nem csak a 13-akra, és még csak nem is a többi kivégzetre, hanem azokra is emlékeznünk kell, akik élve szenvedték végig a megtorlásokat. 120 embert végeztek ki 2-3 hónap alatt, 49-ben, és több száz ember zártak börtönbe, több száz tisztet fokoztak le közlegényé, és sorozták be az osztrák-magyar, akkor még csak osztrák hadseregbe, már elnézést, és bakaként, kiszolgáltatva a legrosszabb kiképző vagy vezető tiszteknek, őrmestereknek, tizedeseknek kellett elviselniük több éven keresztül ezt a megállasztatást. Ennek következtében családok szakadtak szét, gyermekek maradtak apa nélkül, csak évekkel később kerülhettek haza. A hősök sokszor névtelenül sokkal többen voltak. Az idei év ünnepi szónoka Gerlai Pál, a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye esperese volt. Az 1848-49-es szabadságharc és annak leverése egy olyan tragédia, amely összeköti az egész nemzetet, sőt, nem csak a nemzetet, hanem mindazokat a népeket, amelyek itt akkor éltek és rabigában és elnyomásban szenvedtek. Knézics Károly és Leiningen Westerburg mind a ketten evangélikusok voltak, luteránusok, de milyen drámája ennek az egész történetnek, hogy Kossuth Lajos és Görgei Artúr is evangélikusok voltak, és úgy vitáztak, úgy álltak egymással ellentétben az utolsó hónapjaiban, és aztán az utána következő években, hogy mindketten egy felekezethez tartoztak. Az emlékezés koszorúit intézmények és civil szervezetek képviselői helyezték el Kazinci Lajos honvéd tiszt szobránál. Cinke Olivier Bendegúz, a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum szakképző iskola és gimnázium tanulója lett, a 2024-2025-ös tanév második polgármester ösztöndíjasa. A város vezetője, Szamosvölgyi Péter ezt a találkozót egy történelmi pillanatnak nevezte, hiszen mióta elindult az iskolában a Honvéd Kadét program, Cinke Olivier Bendegúz az első kadét, aki átvehette az elismerést.
A magyar nyelv szeretete, a versírás és a szavalás áll a legközelebb címke Olivér Bendegúszhoz, aki az idei tanév második polgármester ösztöndíjasa lett. A sátoralja újhelyi Kossuth Lajos Technikum, szakképzőiskola és gimnázium 12. osztályos tanulójának sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy minden napjainak fontos része a sport, valamint a zene is. Címke Olivér Bendegúz az elismeréssel kapcsolatban elmondta, hogy megérte az elmúlt évek kemény munkája, hiszen az ő szavaival élve nincsenek szavak erre. A jó tanulmányi eredmények, a versenyeken való kiváló szereplés és a lokálpatrióta szemlélet, amely hozzásegítette az ösztöndíj elnyeréséhez. Nekem ez az ösztöndíj nagyon sok mindent jelent, tehát én úgy gondolom, hogy megérte az elmúlt 1-2 évet ezért. Én alapvetően itt születtem, még a régi szülészeten, és nagyon a szívemhez nőtt. Nagyszüleim is itt élnek, szüleim is, tehát várost imádom, szeretem. A tantestület elmondása szerint címke Olivier Bendegúz az első években nagyon visszahúzódó volt. Osztályfőnöke elmondta, az elmúlt időszakban kezdett nyitni a világ felé. Azt látom rajta, hogy folyamatosan nyílik a világ felé, kitárálkozik előtte a világ. Gondolom ez abból is adódik, hogy rengeteg minden érdekli a történelem, a magyar nyelv, amely tudjuk, hogy azért ad arra lehetőséget, hogy megismerjünk sok mindent. Nagyon szeret verselni, ami pontosan abban erősíti, hogy igenis merni kell kiállni és szerepelni. Gababik Edina, az intézmény igazgatója elmondta, hogy a tantestület egy rövid megbeszélés alatt szavazott címke Olivier Bendegúzra. Hiszen egy iskolának több feladata van. Az oktatás mellett azt gondolom, hogy nekünk meg kell találnunk a gyerekeknek azokat a pontjait is, amiben tehetségesek, amiben kiemelkedőek. Mert nem biztos, hogy mindenki a matematikában lesz jó, vagy nem biztos, hogy mindenki a történelemben lesz jó. Itt Olivierrel nagyon-nagyon szerencsénk volt, még időben tény derült arra, hogy mennyire jó kötődik az irodalomhoz és a versekhez. Szamosvölgyi Péter polgármester történelmi pillanatnak nevezte az ösztöndíj átadását. Nem csak középiskolai tanuló, nem csak szereti a sportot, a művészeti ágakat, a prózát, a verset és a zenét is, hanem mellette még a kadét program résztvevő az első pillanattól kezdve. Ez egy nagy dolog, és az ő esetében nem csak ez a kiemelendő, hanem az a hihetetlen sokoldalúság, ami a sporttól, és azon belül is legalább 4-5 terület volt felsorolva a méltatásában, a zenéig, a szöveg, zeneszöveg, dalszöveg írásán át, a szereplésig, a verssel való, versben való szereplésig, és a jó tanulmányi eredményeig minden megvan. Címke Olivier Bendegúz bár még nem tudja, hogy milyen úton haladjon tovább a tanulmányaiban, mindenképpen szeretne sátoralja új helyen maradni. 11 csapat vett részt idén a Városvédő és Szépítő Egyesület és Sátoraljaújhely Város önkormányzata által szervezett Fényes Újhely, Fényes Zemplén vetélkedőn Sátoraljaújhelyen. Az általános iskolás diákoknak ebben az esztendőben is egy híres személyből és 5 nagyobb városból kellett felkészülniük az eredményes versenyzés érdekében. Ezen az éven a feladatokon belül külön figyelem irányult a Magyar Kálváriára. A Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület több évtizedes múltra visszatekintő helytörténeti vetélkedője a Fényes Újhely Fényes Zemplén. A versenyre idén 11 határon inneni és túli általános iskolás csapat nevezett be, hogy a megmérettetés küldetésének megfelelően számot adjanak a városról és a térségről szerzett ismereteikről. A térségnek fontos, hogy mindenki képben legyen azzal, hogy mi is a történelmünk, hova vezethetőek vissza a gyökereink, hiszen Zemplén ketté van vágva ugye a világháború óta, és nagyon jó érzés az, hogy onnan is, tehát a felvidéki részekről is minden évvel jönnek csapatok. Most is 3 csapatunk volt, Bolyból, Tárkányból, Bodrogszerdahelyből, és nagyon jó azt látni, hogy mindenhol ugyanúgy fontosnak tartják ezt a dolgot, hogy az zempléni részeknek a történelmét fenntartsuk, még jobban megismerjük, elmélyítsük, hiszen a mai fiatalok számára is ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, én úgy gondolom. A vetélkedőn visszatérő feladat volt, hogy a diákok egy előre elkészített képes vetítéssel egybekötve idegen nyelven mutassák be egy város vagy egy régió nevezetességeit. A többi feladat is a térség látnivalóihoz, híres szülötteihez kapcsolódott.
Minden éven 5 települést jelölünk ki, és 2-3 személyt, akiből a diákoknak készülni kell. Ezen az évben Tokaj, Mád, Királyhelmec, Pácin és Sátoraljaújhely volt. Nagyobb városokból egy kisebb részt jelölünk ki, ezen az éven a Magyar Kálvária kapta ezt a megtiszteltetést. Személyek közül pedig Kossuth Lajos és Lórántfi Zsuzsanna kerültek be a versenybe. Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója, a zsűri elnöke, a vetélkedő kapcsán arról beszélt, hogy foglalkozni kell a múlt ismeretével, a történelmi hagyományokkal és a kulturális örökségünkkel. Itt vagyunk Sátoraljaújhely városának dísztermében, és hát Andrássy Gyula is azt mondta, hogy igenis annak, aki a nemzet előmeneteléért akar fáradozni, foglalkoznia kell a múlttal, mert abból táplálkozhat, és hát lehetnek tapasztalatai a jövőre nézvést, úgyhogy valóban ilyen fontos a múlttal való foglalkozás, és a már fényes Újhely, igenis vannak ennek a városnak a történetében és a térségnek történetében fénypontok, amelyek világítanak nekünk, ezekre fel kell hívnunk a figyelmet újra és újra. A vetélkedőt idén egy felvidéki csapat nyerte, a nagyterkányi magyar tanítási nyelvű alapiskola diákjai. Elsősorban is azért jöttünk, mert szerettük volna megméretni magunkat másokkal, hogy mennyire vagyunk ügyesek, úgyhogy határon túron élkeztünk. Sokat készültünk, sokat tanultunk a prezentációra, mindennel nagyon sokat foglalkoztunk. Hát eléggé váratlanul ért, hogy első helyezések lettünk, sosem gondoltuk volna, de hát nagyon örülünk neki. A képzeletbeli dobogó második fokára ezúttal a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola Kazinczy Szellemei elnevezésű csapatának tagjai állhattak fel. Harmadik helyen pedig a bodrogszerdahelyi gyerekek végeztek. Valamennyi versenyző már most meghívást kapott. A Kossuth Lajos Technikum Szakképzőiskola és Gimnázium 235 éves fennállása alkalmából meghirdetendő vetélkedőre is. A 17. kórus találkozónak adott otthont a Latabár Színház Sátoraljaújhelyen. A repertoárban az egyházi énekek mellett világi és gyerekdalok is helyet kaptak, valamint az aradi vértanúkról is megemlékeztek. Köszöntő beszédet Dezsőné Pájzó Anita, református lelkész mondott, majd ezután közel 100 ember közös énekével kezdődött el a 17. kórus találkozó. Újra a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban szervezték meg azt a kórus találkozót, amely már hagyománynak számít városunkban. Minden éven a zene világnapjához közeli időpontban találkoznak a kórusok, hogy együtt éljék át a közös ének szeretetét és a mi voltát. Idén a 17. kórus találkozó alkalmával Dezsőné Pájzó Anita református lelkész köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy a zene az ember olyan részeit világítja meg, amelyet más nem képes. Azt gondolom, hogy ezen a kórus találkozón ilyen kis fények, kis mécsesek vagyunk mi is, és így gazdagítjuk egymás életét, így tesszük egy kicsit, talán néha a borús hétköznapokat elviselhetővé. Én jó magam is már évek óta kórustag vagyok, mindig ott, ahová Isten kegyelme vezérel bennünket, és mindenhol élek ezzel a lehetőséggel, hogy kórusban énekelhetek, és valóban egy-egy kórus próba után az ember olyan emelkedettebb lelki világgal tud tovább menni és végezni a feladatait. Dr. Sándor Zoltán karnagy idén 4 kórus vezényelt. Elmondása szerint minden éven szívesen készülnek az énekkarok a találkozóra. Hogy a kórusok várják ezt a lehetőséget, hogy valahol énekelsenek együtt, közös műveket is, meg bemutathassák azt, hogy mit tudnak, mit tanultak meg. És gondolom, hogy ezeknek a kis mikroközösségeknek, akik mint kórusok szerepelnek, ez egy nagyon fontos esemény. Az idei év több szempontból is kiemelkedő volt, hiszen új kórusok is bemutatkoztak, többek között egy Sátoraljaújhelyi gyermekkórus is. A Petőfi Sándor Református Általános Iskola gyermekkórusa az elmúlt tanévben alakult. Hát egy nagyon fiatal kis csapat, mindenképpen egy nagy mérföldkő és megtiszteltetés, hogy már tavasszal jelezték számunkra, hogy mindenképpen számítanak ránk az ősszel megrendezendő fesztiválra. Hát azt gondolom, hogy kihívás nekem is, a gyermekeknek is, a családoknak is, de
bízom benne, hogy nagyon szép élményekkel fogunk hazatérni, és talán úgy érezzük, hogy még fontosabb az, amit csinálunk, hogy ilyen szintéren is helyet kapunk. A találkozót az új kórusok bemutatkozása mellett azt tette még emelkedettebbé, hogy együtt énekeltek több dalt is a megjelent énekkarok és a közönség is. Fokozott közúti ellenőrzésekre lehet számítani az utakon, hiszen az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata hirdetett akciót Európa szerte. Ehhez csatlakozott a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság is, így annak illetékességi területén is számítani kell a fokozott rendőri jelenlétre. Sáfrányos György rendőr alezredes közlekedésrendészeti osztályvezető az Emplén Média Centrumnak elmondta, hogy a héten kiemelten a telefon használatot ellenőrzik, de fokozottan figyelik a gyorshajtást, az ittasságot és a biztonsági eszközök használatát is. A magyar rendőrség újabb akcióhoz csatlakozott október 7-e hétfőtől egészen október 13-a vasárnapig, így a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság munkatársai is fokozottan ellenőrzik az illetékességi területeinek útjait. A sebességmérés és az ittasság mellett a biztonsági eszközök helyes használatára is kiemelt figyelmet fordítanak, de a Roadpol akció keretében a már említett időszakban az elektromos eszközök használatát is ellenőrzik. Mondta a híradónknak Sáfrányos György, a helyi rendőrkapitányság rendőr alezredese, közlekedésrendészeti osztályvezető. Van Európa szerte és ország szerte is ezen a héten több helyen, több időpontban folyamatos ellenőrzések lesznek. Ez a Roadpol akció keretén belül kerül sor a gépjárművezetők ellenőrzésére. Itt kifejezetten a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető tevékenységek kiszűrésére irányul az ellenőrzés. Ezek közé tartozik például a kézben tartott mobiltelefon használata vezetés közben. Ezek közé tartozik egy olyan dolog is, például, hogy evés-ivás vezetés közben, tabletnyomogatás vezetés közben, újságolvasás vezetés közben, laptopon való filmnézés vezetés közben, tehát ilyen extrém dolgokkal is találkozhatunk a közutakon. Ezek használata nem csak szabálytalan, de balesetveszélyes is, folytatta a rendőr alezredes. Az eddigi tapasztalatok nem túl bíztatóak, emelte ki Sáfrányos György, hiszen számos alkalommal mulasztják el többek között a biztonsági eszközök használatát is a közlekedők. Nyilván a mobiltelefon használata az sajnos az jellemző. Sajnálattal vesszük észre, hogy olyan gépjárművekben is használják a kézben tartott mobiltelefont, vagy kézben használják a mobiltelefont, amely kihangosítóval, gyárilag szerelt kihangosítóval rendelkezik. Az ellenőrzés egyébként kiterjed a biztonsági öv használatának ellenőrzésére is ebben az esetben, illetve az egyéb jogsértés. A rendőr alezredes hozzátette még, hogy a helyszíneket több szempont alapján választják ki. A helyszíneket az évek során kialakult rendszer szerint választjuk ki, tehát próbálunk egyrészt olyan helyszínt választani, ahol nagyobb forgalom van, általában be is kivezető utak környékén, illetve olyan helyszínt próbálunk választani, ahol ki tudjuk terelni a gépjárműket, tehát a forgalom akadályozása nélkül tudjuk megállítani esetlegesen a szabálysértést elkövető gépjárműveket. A hónapban ellenőrzés még várható természetesen, a sebességellenőrzés az folyamatos, az minden nap van, ezekből lesz természetesen leállításos sebességmérés is, a biztonsági öv használatának ellenőrzése szintén folyamatos. Sáfrányos György hozzátette még, hogy az őszi idő beköszöntével még nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a biztonságos közlekedésre az autósoknak, hiszen a reggeli időben a köd is nagyban ronthatja a látási viszonyokat. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Az aradi 13-ak üzenete ma is időszerű. Polgármester ösztöndíjasa, Cinke Olivér Bendegúz újhelyi diák is részesült benne. 11 csapat vett részt a Városvédő és Szépítő Egyesület és Sátoraljaújhelyváros önkormányzata által szervezett Fényes Újhely Fényes Zemplén vetélkedőn. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben, holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra!